Szia, Gábor! Szia! Látom, nagyon úti nagy, úgyhogy talán közben tudsz mondani pár szót, mert nem zavarunk, ugye? Nem, nyugodtan. Jó, fajtogat szépen. Éppen pingvin csinálok, ez az a figurám, amihez már tényleg nem kell odafigyelnem, mert bekötött szemmel is megcsinálom. Annyi a titka, hogy gyakorlás. 7 hónapja csinálom az egész úszizást. 7 hónapja? Hát egy évvel ezelőtt kezdtem, 7 hónapja csinálom aktívan. Igazság szerint az egész egy kis Veszprémi jókedvből született. A Veszprémi Egyetemi Napokon derült ki, hogy erre van igény és szereti a közönség, és nem csak a gyerekek, hanem a fiatalok. Főleg a szórakozó helyeken is itt voltam ott. Csak úgy azt mondtam, hogy nagyon sok helyen voltam, rengeteg felkérésem van, pláne most a nyáron. Úgyhogy hát a legérdekesebb helyszín, amit el tudok mondani, az Balatonfüreden egy nyugdíjas találkozó. És mit szerettek volna a nyugdíjasok? Miket kértek tőle? Szinte mindegy. Ugyanazt, mint a gyerekek. Hát ugye ki az unokáknak, ki a dédunokáknak vitte, aztán a végén kiderült, hogy nem mind oda megy nem majd a gyerekeknek, oda, hanem azért megy hazafelé is, és ők is kiteszik otthon. Egy kis segítséget megkérlek. Hányféle figurát tudsz? Hát körülbelül olyan 90 féle figurára rúg a repertoára. És ez mind állatfigura? Vagy? Nagy részt állatfigurák, de vannak egyéb formák is, tehát kard, korona, angyalka glória, ördög szarv, ördög villával, meg hasonló. Tehát amik folyamatosan újat és újat kérnek, ugye én helyben is kitalálok új figurát, ha van egy jó ötlet, egy ihlet, valami. Szoktak nem... olyat mondani az emberek? Vagy persze, hogy ne. Mindig van olyan. Autókat, motorokat, ilyeneket még én nem tudok, de ezekkel a járművekkel én még nem foglalkoztam, de lassacskán muszáj lesz, mert nagyon sok helyre kérik. Igény van rá. Igen, tehát igény van rá, innentől fogva muszáj lesz megtanulnom, de ehhez még ötletet kell szereznem, vagy interneten keresek majd videót, mert magamtól még nem ment ezt kitalálni. Értem. És ez a legkönnyebb. Azért tudod csukott szemmel, vagy... Nem, ezt annyira sokan kérik, ez egy favorit figura, úgy szoktam mondani. Ezt nagyon-nagyon szeretik mind a gyerekek, mind a felnőttek. Hát napjában egy olyan 10-12 készül el belőle. Attól függ, de volt olyan nap is, amikor 50 darab pingvin csinálni. Komoly. És a legnehezebb melyik? A legnehezebb figurám, azt a kedvenc kultusomnak találtam ki, illetve majd a világbajnokságra szeretnék vele kijutni. Ő egy 25 lufiból álló hétfejű sárkány, ami tüzet okál. Hogyha már így magyarként kijutok, akkor szeretnék egy olyat, ami a magyar mesevilágnak az egyik fő alapja, vagy figurája. És ebben minden évben van világbajnokság? Úgy tudom, hogy igen. Igazság szerint még nagyon nem néztem utána, mert sajnos szponzor kell ahhoz, hogy én egyáltalán repülőjegyet vegyek. Helyileg? Hol? Amerika. Általában Amerikában van. Tavaly, ha jól emlékszem, akkor egy süvegi fiatalember nyerte meg. A slusszpoénja az egésznek annyi, hogy ő kapott egy vagon lufit ajándékba, amit itt a magyar határon leadózta. Hát megnyerte egy világbajnokságot, és ezt a magyar állam úgy ismerte el, hogy adózhatok szobának. Nagyszerű. Tehát ennek vannak ilyen érdekes viszonylatai, bár még így is azt mondta, hogy annyi lufia maradt, hogy egész évre ki fog tartani. Ez nem mellékesen én is azért szeretném megnyerni, mert azért így a becsületkasszát az azért könnyebbé teszi. Tanulsz egyetemen egyébként, nem, vagy? Nem, én már közeledem a 30-as éveimhez, tehát nekem az egyetem az már vége. Pontosabban hát egy fél évet voltam egyetemista, és megköszöntem szépen, hogy engem ott nem tanítottak, csak számon férjük. És mivel foglalkozol még? Hát végzettségem szerint műszaki informatikai mérnök asszisztens lennék, de soha egy napot nem dolgoztam a szakmámban. 6 évet dolgoztam színészként, bárszínészként. 3 évet Veszprémben a Palombár Színháznál, 3 évet pedig Pátán a Pegazus Színháznál. Azóta pedig időmilliómos lettem, vagy a Magyarországonról jobban hangzik munkanélkül.
pedig rátaláltam arra a részére a dolgoknak, amiket szeretek is csinálni. Is gyerekekkel csinálni is foglalkozhatok. Uh-huh. Úgyhogy hát azt a Várfiházban nagyon szerettem, meg hát igazából én az egyetemre is tanári szakra indultam, csak hát nem egészen olyan a tanárképzésünk, mint amilyennek lennie kéne. És ezzel voltak problémák, mind a tanárokkal, mind osztálytársakkal, nem egészen úgy gondolkodtam, ahogy ők azt szerették volna, és hát ebben voltak nézeteltérések. Én meg úgy gondoltam, hogy akkor hagyjuk végén egymást. Köszönöm szépen! Ja. Nem mindegy, hogy milyen fajta alapanyagot használsz. Nem mindegy, ezek már egy jobb minőségű lufik, Olaszországból, illetve Pestről rendelem őket. Félig szilikonosak, a könnyebb tekerhetőség véget. A formáknál sokat nem számít, hogy milyen lufit használunk hozzá, de a kezemet nagyon-nagyon kíméli, hogy egy kicsit lágyabb az anyaga. Én eddig, hát az első két hónapban nem is modellező lufival csináltam, hanem ezzel az egyszerű parti lufival, ami falra szokás felrakni, és egyszerűen csak felfújják. Volt egy-két lufibohóc, aki odajött hozzám, hogy atya úristen, te ebből meg tudod csinálni? Kérdéssel. Majd pedig már rájöttem, hogy miért, mert mikor eljutottam odáig, hogy naponta olyan 100-150 figurát megforgatok, akkor utána kézgörcsök tömkelegével küzdöttem, tehát ilyen napi 10-12-vel, úgyhogy rájöttem, hogy nem érdemes ezért a 25 forintos lufit használni, hanem inkább váltok egy 50-esre, és akkor mindjárt könnyebb nekem is, gyerekeknek is, mindenkinek. Okay. Utolsó kérdésem, még mennyi ideig maradnak így meg a lufi? Másfél-két hétig marad egyben általában egy figura, persze természetesen közben lehet, hogy mattul az anyag, egy kicsit lejjebb is ereszthet, addig fixen tart, de volt olyan pingvinem, amit visszahoztak ekkorában, ugyanis annyira arányosan engedett le, hogy két hónap után ilyen piciben jött vissza. De jó, kóstoltó lett belőle. Egyszerű. Köszönöm szépen. Szívesen, én köszönöm. Köszönöm.